Sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban. Nem máshonnan, mint Dunavarsányból. Itt vagyok a régi vágány mellett. Itt van az újnak az alépítménye. És elmegyünk egészen Taksonyig. Gyertek, tartsatok velem. A Kuhár Bence és a Becski Andris, meg a kis Miki fia, a Becski Miki. Bejárták ezt körülbelül egy két hete gyalogszerrel. Hát én a Passatcél lejöttem el, én ilyen kényelmes vagyok. Nem gyalogolok annyit le. Az első videó, amit ma készítettem, az Délegyházán készült. A második Dunavarsány megállóhely. És akkor ez a harmadik videó Dunavarsánytól egészen Taksonyig. Remélem, hogy így el tudunk menni a vágányok mellett. Ha nem, akkor rápacsáltam. Akkor majd vissza kell fordulnom. Látni fogjátok, mert végig videózom az egész utat. Láthatjátok, hogy itt is már szépen állnak az új felsővezetéktartó oszlopok, ezek a horganyzott oszlopok. Amúgy, ahogy itt lejöttem a töltésre, itt mögöttem már az úzott kő volt elhelyezve, szóval elég jól haladnak itt a munkálatokkal. Ez is már egy réteg, és akkor erre jön majd ez az úzott kő, amit láthattok a régi vágány alatt. Hát itt úgy látom, hogy vége lesz, itt dzsindzsásabb lesz az út. Lassabban fogok akkor menni, hogy a kocsinak az alját oda ne verjem. Már lassítok is, mert itt le kell menni. Nem szeretném oda verni a autónak az alját, hogyha nem muszáj. Itt még nincs meg az a szint az alépítménynek, hogy ilyen fasza út legyen, hanem itt még a kitermelt föld van, meg mindenféle sár. De hát elmegyünk ezen. Szerencsére nem volt olyan nagy eső, hogy óriási nagy sár lenne. Akkor szívás lenne, akkor beragadok, akkor leszívom itt magamat. Ezen szerencsére még el tudunk közlekedni. Szépen lassan. 10-zel megyünk. Remélem, hogy tetszeni fognak ezek a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításos, helyzetjelentős kis videók. Mondjuk ez lehet, hogy egy hosszabb volumenű videó lesz, mert azért itt van távolság Dunavarsány és Taksony között. Jó lenne a Csati híthoz is lemenni, mert láttam, a Bencék lent voltak. Érdekes, hogy ilyen, hogy is hívják, okat csináltak. Leütöttek ilyen nagy acélokat a vágányok mellé, egy nagy vas genyókat. Itt van a vasbeton szerkezete a felsővezetéktartó oszlopnak, itt van a gödör. Lehet, hogy ezt a betont is belerakják, és akkor utána betonozzák. Itt pedig láthatjátok, hogy vannak régi betonaljak így összedepózva. Mindjárt a 51-es útnak a hídja alatt fogunk átmenni. És itt van egy darab itt a fővágányban, itt végig, ami új. Nem semmi. Igazán járnak a vonatok. Új sínszálak vannak lerakva. És itt a túloldalt megint megjelentek a felsővezetéktartó oszlopok.
egyes útnak a felüljáróját. Szélesen itt ki van szedve minden. Ez végig új vágány. Itt vannak a régi vágánynak a betonaljai összedepózva úgy szélén, vagy itt a... Hát ennek a útnak úgymond a szélén. Itt is itt vannak valami.
tartó oszlopok, végidas teherautó, rengeteg sok minden. Kínai betűkkel vannak kiírva a különböző dolgok, egy nagy placon csinálva, szerintem parkoló, zsírúj munkagépek, de van itt Tifa is, Iveco, nem semmi, mik vannak, nagy munkagépek. Rengeteg sok betonár, itt parkolnak a volánbuszok, háromtengelyes. Itt is egy nagy munkagép. Ó, hát itt eltoltak mindent. Ó. Itt volt a PFT-seknek a épülete, és sehol semmi. Ide szoktam megállni, de itt is egy nagy billencses áll.